Amióta tart ez a Magyar Péter szaga, azon gondolkodom, miért emelte fel a balos influencer széna egyik pillanatról a másikra Magyar Péter. Miért csinált a Telex a partizános Gulyás Márton és a többiek egy nőverőből messiást, akit éjjel-nappal ajnároznak, és mint valami sztárt, világmegváltót tolnak maguk előtt. Hogyan lett egy hónap alatt Magyar Péter gyakorlatilag az ellenzéki nyilvánosság legnagyobb reménye? Jól bánik a szavakkal tanult ember, ad a megjelenésére, és tudjuk, hogy határozottnak mutatja magát. Kellenek hiteles ellenzéki emberek, és tessék, Magyar Péter egy. Nekem reménységem van a Magyar Péterben. Akit nem félnek elhalmozni bókokkal sem. Jött egy baba arcú renitens, akiben egyszerre lettek szerelmesek a milfek és a dedit vadászó fiatal. Is. Látszólag egyáltalán nem zavarja őket, hogy Magyar bántalmazta volt feleségét, őket csak a misszió élteti. Addig-addig messiásoztak. Messiás. 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 Hogy mostanra már Magyar Péter is így hivatkozik magára. Nekem innen nincs hova hátrálnom, itt van a hazám, itt maradok és ezt a harcot megbívom, és én fogom bedönteni egyedül a NER. Pedig pontosan tudják, hogy milyen ember ő, és hogyan bánt a feleségével a házasságuk alatt. Miért álltak bele ezek az influencerek egy olyan történetbe, ami menthetetlen? Miért adják az arcukat egy totálisan vállalhatatlan személyhez? Ebben a videóban erre keresem a választ. Megfejtem nektek, hogy mi van a Magyar Projekt hátterében. De mielőtt rákanyarodnék a megoldásra, megmutatom, mi is történt Magyar Péter és Varga Judit között. Hogyan bánt feleségével az az ember, akit a teljes baloldal harci díszben ünnepel? Például így. Üvöltözés és szidalmazás közben a férjem lerángatta a könyveket és a hátamhoz vágta őket. Levette a nadrágját, és az övvel együtt azt is hozzám vágta. Éreztem a csatot, ahogy a hátamat megüti. Magyar Péter tehát fizikai értelemben bántalmazta a feleségét, de ez valamiért mégsem érte el a cinikus, celeb világ inger küszöbét. Sőt, Pankutai Lili és maga Magyar Péter is kinevette a volt minisztert a posztja alatt. És hogy egy példát mondjak a képmutatásukra, Mérő Vera, baloldali feminista jogvédő a történtektől függetlenül továbbra is államférfinek tartja ezt az embert, nem hajlandó elhatárolódni tőle. A baloldali trash-celeb közösség ráadásul a bántalmazott helyett az elkövetőnek adott igazat, és megkérdőjelezte az áldozat szavait. De már csak azért sem hiszem, hogy a Magyar Péter nőverő lenne, mert nem ez a képünk arról, hogy milyen a párkapcsolati bántalmazás. Nem tudom, hogy Varga Judit áldozata. Varga Judit beszámolója nem akadálya annak, hogy kiállj Magyar Péter mellett? Nem akadálya. A fenti influencerek közül sokan nem csak Varga Judit érzéseit, fájdalmát kérdőjelezték meg, hanem azt is, hogy ezeket a posztokat ő írta. Nem ő írta szerintem. Nyilván nem ő írta, már szerintem nem is ér fél hozzá Facebook oldalához. Szerintem sem. Elég durva, nem? Varga Judit azonban most tiszta vizet öntött a pohárba, és a kamerák előtt nyilatkozva elmesélte bántalmazásának a részleteit. Ezt figyeljétek. De mitől félte Judit? Hát attól, hogy... Bántani fog? Attól, hogy nem fogja abba hagyni ezt az abúzust, és a Péter kijött egyébként a szobából, odajött a konyhába, kivett egy kést, és elkezdett így járkálni egy késsel a kezében a házban. És emlékszem, hogy az édesanyámmal ott félünk és lapulunk, hogy ebből mi lesz, és mi van, és a gyerekekkel mi lesz. A baloldal legújabb messiása lemegy a konyhába, kivesz egy kést, és elkezd a késsel, mondom, a késsel a kezében fel alá járkálni. És miért? Mert nem az történik, amit ő akar. Eközben Varga Judit az édesanyjával az ágyban retteg. Félnek, mert nem tudják, mi lesz. A legrosszabbra is felkészülnek, mintha egy thrillerben vagy egy horrorfilmben lennénk. És ez mind semmi. A megváltó terhes nőket lökdös. Emlékszem, hogy terhesen én nekilökött egyszerre az ajtónak. Már nem is tudom, hogy egy gyerekkel voltam éppen terhes. Ezért rajong a baloldali média elit és az influencer gárda bazmeg. Ez a baloldal messiása, Mérő Vera szerelme. A csávó, aki a terhes feleségét bántalmazza. De nem szeretnék a családi dráma részleteibe belemenni, nézzétek meg a teljes videót, beteszem nektek a leírásba. De továbbra sem tudok napirendre térni afelett, hogy most tényleg ebből az emberből akar messiást kreálni a baloldal, aki fenyegeti, dobálja, lelkileg és fizikailag bántalmazza a feleségét. Sajnos az a helyzet, hogy igen. Mielőtt belemennék a Magyar Péter ügy részleteibe és elmondanám róla a véleményemet, szeretnélek megkérni arra, hogy iratkozz fel a Patriótára és kapcsold be az értesítést. Biztosan te is látod, hogy az internetet elárasztja Magyar Péter, a baloldali média és celeb világ narratívája. Az emberekhez nem jut el, hogy ez a férfi, akit most messiásként maguk fölé emelnek, nadrágszíjat vett elő otthon és azzal bántalmazta a feleségét. Ahogyan az sem, hogy kik állnak Magyar Péter mögött, miért is kezdték el tolni őt, és mi a tervük vele. Mi itt a Patriótánál szeretünk mélyrásni,
és kimondani az igazságot. Ezért úgy tudod a munkánkat leginkább segíteni, ha terjeszted az anyagainkat. Na de, vágjunk is bele! Szóval van ez a minimum gyanús figura, Magyar Péter, az okleveles áruló, feketeöves vamzer, állami intézmények egykori vezetője. Most hirtelen, hogy miután felesége, aki kitartotta és eltartotta őt, akinek a zsíros állami fizetéseit köszönhette, visszavonult a politikától, Magyarnak elege lett és csiripelni támad kedve. Erre pedig volt kereslet a másik oldalon, hiszen tudjuk, a bal oldalon nagyon szeretik az árulkodást. Gulyás Marci a Partizán vezetője és első számú műsor vezetője volt a leggyorsabb, azonnal lecsapott a sértett magyarra. Az interjú során valamiért nem gyanakodott, nem ébredt fel benne a mindennel szemben is kritikus újságíró, inkább empatikusan hallgatott, meg alá kérdezett. Konkrétan szerelmet vallott neki. Biztos vagyok benne, hogy tömegek érdeklődnek az iránt, hogy mikor lesznek majd jelöltek, mikor lehet majd látni azt, hogy hol és milyen formában indultok el. A színpadot készségesen megácsolta az erőszakos vanzernek, és kiváló ütemérzékkel elindította a balos messiássá válás útját. A messiás vonatra persze a szokásos ügymenetnek megfelelően szinte azonnal felkapaszkodott a Telex és a 444 is. Úgy lelkendeznek magyarért, mint a kislányok, amikor meglátnak egy barbibabát a kirakatban. Magyar Péter a beszéde után lejött a tömegbe, elég tumultozós jelenetek alakultak ki, de emberekkel beszélget, kezet fog velük. A telexes szolgáló srác akár azt is mondhatta volna, hogy a messiás lejött közénk, megérintett minket, hogy ezek után megcsinálták a saját interjújukat, illetve verbális pettingjüket magyarra. Magyar eljött a Telex stúdiójába is, feltételezem, hogy elég nagy az érdeklődés irántad, és sokan keresnek a médiából, hogy adjál nekik interjút. A reményről beszéltek itt, ennek a felelősségét, ennek a bizonyos messiás városnak a felelősségét érzi? Olyan zavarbejtően imádták körbe és agyon, hogy komolyan elkezdtem hiányolni a 18-as karikát. A főszerkesztőjük még a bántalmazás tényét is képes volt letagadni. Önöknél belefér az, hogy egy olyan embernek adnak ekkora teret, aki kapcsolati erőszakot hajtott végre? Én nem tudok róla, hogy erőszakot hajtott volna végre. Vannak ilyen vádak vele kapcsolatban, az kétségtelen. Láttunk már ilyet Magyarországon, hogy is. Láttunk már ilyet? Ezt mondja, ez nekem úgy tűnik, hogy itt valaki az erőszaktevő oldalára állt. Azt is mondhatta volna, hogy túl kihívóan öltözködött. Baszkés, ezek tolták ezerrel a MeToo ügyet pár éve. Jelenleg szerint a lipsi influencerek is rákívántak az erőszakos magyarra, Csokker és Ádám a Jól van ez így moralistá is örülnek neki. Arról beszéltünk hétfőn, hogy igen, hogy egy Magyar Péter egy friss erőnek jó. A hiteles, baloldali ellenzékit egyből meglátták magyar. Kellenek hiteles, ellenzéki emberek, és tessék, Magyar Péter egy. Értjük, srácok, fideszes asszonyt nem paraverni, bántalmazni, terrorizálni. Derve jó a fideszes nő, rá nem vonatkoznak a MeToo mozgalom roppant szigorú, statá járis törvényei, speciális szabályai. Ugye Mérő Vera művésznő is így gondolhatja, pedig általában a szürke hétköznapokon ő szokta a leghangosabban követelni azon férfiak megbüntetését, akikre a kapcsolati erőszak gyanújának árnyéka rávetül. Őszintén pillanataiban még a lelki bántalmazást is nagyon súlyos dolognak tekinti. Az ami bántalmazás, a verbális abúzus olyan súlyú, hogy az tönkretesz. Van egy ilyen alapszabály egyébként, hogy a fizikai bántalmazást minden esetben megelőzi az érzelmi, verbális bántalmazás. Most valamilyen furcsa és megmagyarázhatatlan okból nem került sor elhatárolódásra, követelőzésre. Ellenben Mérő ájultan posztolt Magyar Péter tüntetéséről, és egy valóságos államférfiként jellemezte őt. Mondjuk én nem tudom, melyik alternatív komcsi univerzumban államférfi, aki bántalmazza a feleségét, de olyan nagy államférfiakról sem hallottam még, akik titokban hangfelvételeket készítenek a párjukról, amelyekkel aztán hosszú ideig zsarolják őket. V.V. Zsolti sem akart kimaradni az összbaloldali messiás csinálásból, meg hát ezen a téren hatalmas rutinnal rendelkezik. Most ismét bemutatta ezt a képességét. Azt látni, hogy valami megmozdult az országban, az egy nagyon felemelő és ez egy szívmelengető érzés. És nem is akarom, hogy egy hamar kipukkanjon. Karácsony Gergely kedvenc celebe már rögtönítélő egyszemélyes igazságosztóként el is döntötte, hogy kinek hisz. A terrorizált nőnek, vagy a narcisztikus személyiség zavaros megváltónak? Szerinted? A nap végén mégis azt mondom, hogy nem hiszem el azokat, amiket rólad állítanak. Nem akarom elhinni, amikkel téged besároznak. Megkövetem Magyar Pétert, úgyhogy ezúton is minden tiszteletem. Nagy Ervin sem igazán szereti, ha épp nem ő róla beszélnek, úgyhogy ő is megölelte Pétert. Talpra magyar! Hi a haza!
itt az idő, most vagy soha! Magyar egy zaklató, egy bántalmazó, egy utolsó rohadék. A faszom sem érti, hogy Nagy Ervin mi a tökömet ripacskodott emellett a szörnyeteg mellett. És miért állt elsőként mellé? Vagyis de... De erről majd később. Nagyon gáz, ahogy sofőrködik neki. Én mindig fel fogok tűnni, én a Magyar Péter mellé álltam. Bocsánat. Oké. Okay. Fekete Győr András sem kevésbé ciki, ahogy egykori pártelnökként ott epedezett utódja zászlóbontásán. Ott van még a hárommal ezelőtti messiás Pankotai Lili, aki az első sorok valamelyikében csápolt Nőverő Péternek. Minden szarnak örülök, amit a kormány felé fúj a ventilátor. Mi több? Azt írta, hogy ő is Magyar Péter. Én mondjuk sok mindent kinéztem a kis csajból, de hogy titokban veri a hozzá hasonlókat, na, erre még én sem gondoltam. Puzsér olyan dacosan imádja Magyart, hogy eskü kezdtem azt hinni, hogy ez valami trollkodás. Minél több finoman szólva és aggasztó dolog derült ki Varga volt férjéről, Puzsér annál nagyobb fan. Ella friss vér, és jogosan lehet remélni Magyar Pétertől, hogy ezt a friss vért be tudja csatornázni a parlamentbe. Ő már a parlamentbe vizionálja a magyar. Szerencsére Bohár Dani elérte telefonon, és amikor a nőverésről kérdezte, akkor tiszta vizet öntött a pohárba, és mindent megmagyarázott. Miért lesz ilyen ideges, ha szóba kerül a kapcsolati erőszak témakör? Ön szerint ez vicces? Bolgár elvtárs is nagyon éri ezt a magyar dolgot, láthatóan Mérő Veránál is jobban imádja a bántalmazót, a jeles és makulátlan múltal rendelkező újságíró mértéktartó és objektív gyors elemzésében rámutatott, hogy mértéktartó és objektív meglátása szerint magyar jobban beszél, mint a fiatal Orbán. Jobban beszél, mint a fiatal Orbán beszélt. Magyarán feltűnően egyszerre verték irányba magukat a srácok. Hirtelen mindenkinél Magyar Péter lett a sztár. Nem furcsa ez kissé? Dehogy nem. Megmutattam azt, hogy milyen ember Magyar Péter. Már csak egy kérdést kell megválaszolni, amit a videó elején is pedzegettem, miért csinált messiást egy nőverőből a balos celeb és médiavilág. És erre a válasz roppant egyszerű. Azért, mert Nagy Ervinéknek, Pankotai Liliéknek és a többi hasonszőrű celebnek a teljes Amerikából pénzelt médiának a Telextől a 444-en át az MZP receptet kell újra feleleveníteniük és ezerrel tolniuk. Újra és újra. Mi az az MZP recept? Mivel Magyarországon a baloldal és a balos ideológiák elutasítottsága nagyon magas, ezért megpróbálnak egy olyan látszólag jobboldali jelöltet találni, aki mögé bújva a baloldal újra hatalomra tud kerülni. Nagyon hasonlókat mond, mint amit annó mondott Márki-Zay Péter, de hát mégiscsak másképp mondja, és egy másik karakterben mondja, akkor ez lehet akár sikeres is. Ez a Deep State stratégiája az úgynevezett csatatérállamokban. Ezt láttuk Lengyelországban, ezt láttuk Brazíliában. És hát az amerikai balos szemüvegen keresztül nézve Magyarország is egy ilyen hely. Amikor a Telex és a 444 meg a többi orba szájba tolja Magyar Pétert, teszem hozzá, hogy eddig 1500 cikket és több mint 500 videót készített róla a mainstream baloldali média, akkor az nem véletlenül van. Az egyik amerikai politikustól tudjuk, hogyan is működik ez. Igen, Robert Kennedy mondta a következőket. The CIA today is the biggest funder of journalism around the world. The biggest funder is through USAID. The USA, the United States funds journalism in almost every country in the world. You know, it owns newspapers, it has journalists on it, thousands and thousands of journalists on its payroll. És milyen érdekes, az elmúlt egy évben megfordult Magyarországon a USAID vezetője, aki éppen a 444, a Telex és a HVG címlapján aggódott az amerikai-magyar kapcsolatok miatt. Ha megnézzük az amerikai nagykövetség fizetési listáját, itt van ez a táblázat, akkor megtaláljuk rajta szinte kivétel nélkül az összes olyan baloldali lapot, amelyik most orba szájba hirdeti az igét. Elhallgatva, vagy éppen relativizálva a nőverő gyanús ügyet. A balos influencer világ pedig ugyanez. Nem véletlen, hogy pont ugyanazok az arcok állnak ki magyar mellett, akik MZP-t is tolták. Itt van velem Márki-Zay Péter. Hello! Szervusz. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Márki-Zay Pétert. Szervusz, köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, Marci. Nem véletlenül járnak be hetente az amcsi nagykövethez.
Félreértés ne essék, ezek a balos influencerek és újságírók jól tudják, hogy ez a fickó nőbántalmazó. Csak hogy nekik le kell darálni mindenképp az MZP forgatókönyvet. Nekik kötelező módon be kell kúszniuk Magyar Péter mögé. Nem inoghatnak meg, nem tehetnek fel neki kínos kérdéseket. És a máskor morál lófasz lengetők most egyszer sem fogják feltenni azt a kérdést, hogy milyen ember az, aki titokban hangfelvételt készít a saját feleségéről. Én azt gondolom, hogy Magyar Péter valójában tényleg olyan, mint aminek a felesége leírta. Súlyos, narcisztikus személyiségzavarban szenvedő gonosz ember, akinek az egyetlen érdeme az életben az volt, hogy megszerezte Varga Juditot. És ebben az emberben látták meg a lehetőséget azok az erők, akik kívülről, illetve külföldi segítséggel akarják megbuktatni a kormányt. Ez volt a mai Apáti Reagál. Jövő héten újra találkozunk, ne felejtsetek el feliratkozni és kommentelni. Ne féljetek! Kint tényleg szörnyek járnak. Diktafonnal és nadrágszíjjal, de eljön az igazság órája. Szasztok!